Köszönöm a szót. Én nem akarok hosszan beszélni. A mamaszkasokat illetően ez egy olyan siker volt a régió számára, ami úgy gondolom, hogy mindenkinek példaértékű. A magyarság számára jóval kisebb, mint a csalóközbe, és ennek ellenére én úgy gondolom, hogy megmutattuk, hogy ha akarjuk, akkor tudjuk is csinálni a dolgokat. Miért fontos ez? Ugye itt van egy pár ember, aki már valamit végigharcolt itt a magyar közösségért, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem lesznek új emberek, akik felállnak, és a helyükre lépnek, akkor lassan elsorvadunk, de mi nem akarunk elsorvadni. Mi meg akarjuk tartani az, ami jár nekünk, és én úgy gondolom, hogy előbbre akarunk jutni. Valamikor azt hallottam egy ilyen kicsit élcelődő embertől, vagy a gömöri embernek jó a gödörbe, mert úgy néz kifelé a gödörből, hogy onnan is látni a napot. Én azt kell, hogy mondjam, hogy itt olyan embereket látok, akik másznak kifelé a gödörből, és ha így fogjuk folytatni, akkor tudni fognak rólunk, és megmutatjuk a világnak, hogy élni akarunk. Minőségi életet akarunk Gömörben, nem egy leszakadó régió, csellengő, leszegényedett polgári akarunk lenni, hanem büszke magyarok, büszke polgárok, akiknek megvan a lehetősége arra, hogy pozitív dolgot teremtsenek maguk körül, nem csak azzal legyenek elfoglalva, hogy megéljenek. Úgyhogy én ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok erőt, egészséget, és legyen egy szkíta jelkép, egy ősi magyar szkíta jelkép a mottónk az elkövetkezendő években. Ez egy olyan jelkép, ahol két harcos háttal egymásnak áll és nyilaz. A háttal egymásnak állás azt jelképezi, hogy egymást támogatjuk, nem egymás vállal fölfelé kapaszkodva akarunk előre jutni, hanem egymást előre segítve. Ez az egyedüli lehetőségünk, és én úgy gondolom, hogy ez a csapat, amelyik itt van, ez erre alkalmas, úgyhogy hajrá magyarok! Köszönöm! Üdvözlök én is titeket, szeretném megköszönni, hogy itt lehetek közöttetek. Azt hiszem, hogy öröm rátok nézni, hogy ennyien vagytok, és bízom benne, hogy jó példa lesztek a rozsonyiak előtt. Úgyhogy ezt gondolom Marika is meg tudja erősíteni. Van egy példa, amit lehet követni, és remélem, hogy ha most nem is annyira, vagy nem is vagyunk annyi erősek a fiatalság terén, de a jövőben azok leszünk. Én is azt mondom, hogy Gömör nincsen rozsnyó nélkül. Éppen ezért örülök, hogy ez a két járás, ez a régió mai napig is még érzi, hogy együtt van, egy szívvel tudok fogni. Az is jelenti azt, hogy például most a hétvégét nem is otthon, illetve otthon töltöm, a keresztanyámmal és az unokahúgaimmal itt Détérben, itt a Ribaszombati járásban. Úgyhogy örülök, hogy itt lehetek veletek, és kívánok nektek erőt, egészséget és sok sikert a következőkben. Köszönjük! Kívánok! Csimadok Rimaszombati alapszervezete nevében nagy tisztelettel köszönjük az Ícsi helyi, illetve a járási konferenciáját. Fogadjátok szívből jövő jó kívánságainkat, köszönjük szépen, hogy meghívtatok minket, egy pár gondolatot szeretnék veletek megbeszélni, tudatni, lehet, hogy nem most, hanem máskor. Ugyanis én azt szeretném elsősorban mondani, hogy az ilyen összejövetelek nekem annyira szívhöz szólóak, hogy szeretném, ha ezt ki tudnánk bővíteni, akár Csemadok szintre is, hogy az Ícsi ilyen szép létszámban képvisel magát a Csemadok, valamilyen összejövetelén, akár közgyűlésén, akár évzáló közgyűlésén, és természetesen a Csemadok is ilyen szép számmal sorakoznak fel, mint ki most ezen az estén. Úgyhogy én az ilyen akcióra talán szeretném terelni a figyelmeteket, hogy jó lenne egy ilyen közös, mivel társszervezetnek neveztetek bennünket, köszönöm szépen, ezt még az előző alapítottunk, amikor társszervezetek leszünk. Igen, mivel mi már kifogytunk, azaz, hogy kikerültünk abból a korból, amit itt első korhatárnak neveztetek, akár a baráti társaságok köré, akár az alapszervezetetek. Sajnos a Csemadok öregszik, igen, öregszünk. Ezért szeretnénk újítani, fiatalítani.
programjátokban nagyon sok minden szerepel, ami a Csemadok programjában is szerepel. Természetesen a sportot már a fiataloknak hagyjuk, a politikát, a politikusoknak hagyjuk. Miénk marad a kultúra. Ebben szeretnénk nektek minden téren segítségetekre lenni, és szeretnénk, hogyha ti is valamilyen módon a segítségünkre tudnátok lenni. Köszönjük szépen a részvételeteket a március 15-e Árádi vértanúkoszorúzáson és egyéb rendezvényeinket. Valóban megtisztelő és jó első érzés, hogy látjuk ott a fiatalokat köreinkben. Szeretnénk, hogyha a továbbiakban erre is gondolnátok, hogy a Csemadok szekerét is valakinek majd tovább kell tolnia, vinnie, és ez ugyancsak a fiatalokkal van, mert hát mi is kiöregszünk lassan ebből a pozícióból. Annak idején egy olyan jó 20 évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt vettük át egy előttünk lévő generációtól a feladatot. Eljön az idő, sőt, mondhatni, eljött az idő, amikor ezt a feladatot a következő generációnak kellene átvenni, mert a kultúra elsődleges. A kultúra meghatározó, a kultúra határozza meg a politikát is, a sportot is, és minden egyéb mást, mert kultúra nélkül nem létezhetünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattatok, és kívánok a következő évi munkátokhoz sok sikert, és sok közös találkozót és közös rendezvényeket. Köszönöm szépen!